Szeretett otthonunk a Föld. A naprendszer varázslatos kék bolygója, amelyet a világűrből ez idáig egyetlen magyar ember csodálhatott meg. Ő Farkas Bertalan, az első és egyetlen magyar asztronauta, aki az Interkozmos program keretében vált űrhajósá és űrkutatóvá. A dandártábornok nemrégiben Debrecenben járt, és elmesélte stábunknak, hogyan indult el meghódítani a világűrt a Szabolcs megyei Gyula házáról. Az első magyar űrhajós soha nem akart űrhajózással foglalkozni, és nem akart űrhajós lenni. Gyerekkoromban vagy mérnök, vagy futballista szerettem volna lenni. A foci nagyon ment. A sportot hihetetlen módon megszerettem gyerekkoromban, és 5 éves voltam, és a keresztapámnak nem voltak gyerekei, és hát nyilván mindent, amit lehetett, én kaptam tőlük, és kaptam egy nagy, hatalmas, füzős futballt, úgyhogy akkor Gyulaházán 2 darab futballlabda volt, egy a foci csapatnak, egy pedig nekem. Az általános iskola befejezése után tanulmányait Kisvárdon Nívós gimnáziumában folytatta. Ott is a foci és a sport nagyon előkelő szerepet játszott. Tudnélik, ha jól tanultunk, de a tanulás volt a legfontosabb, akkor engedtek mindent. Akkor lehetett focizni, asztali teniszezni, szinte mindent a jégkorongon kívül, teniszen kívül, mert akkor még ilyen pályák nem voltak. Ökölvívás volt, de az valahogy nem volt szimpatikus számomra. Inkább a labdajátékok tetszettek. És pattársam, Kopasz Gyuszi, egy záhonyi fickó volt, és azt mondta, gyere, vadászpilóták leszünk. Néztem, vadászpilóták, ez annyira foghatatlan volt számomra, soha ilyennel nem foglalkoztam, ilyen gondolattal. És akkor elmentünk ide Nyíregyházára, először átestünk egy orvosvizsgán, után elkerültünk Kecskemétre, de hát akkor, mivel kollégista voltam, elkerülni kollégistaként Kecskemétre, Budapestre, ez valami fantasztikus dolog volt. És sajnos őt kiszűrték az első nap vérnyomás miatt, én, aki nem akartam, én meg ott maradtam. Ezután a nyíregyházi repülőtéren oktatója, Rozman Gyuszi bácsi keze alatt ismerkedett meg a repüléssel. Elkezdtük a repülést, hihetetlen módon megtetszett, hát 16 évesen elemelkedne a földtől, és először nyilván oktatók segítségével, és akkor utána 16 évesen már a nyári táborban önállóan repültünk, hát ez valami fantasztikus dolog volt. 2 maradtunk Szabolcsból, Széles Öcsek is sajnos tragikusan életét veszítette, lezuhant MiG-21-es repülőgépen, és én, és az volt a heti menetrend, hogy hétfő, kedszerda, csütörtök, péntek tanulás, szombaton délután, mert szombat délelőtt is volt képzés, géplakatosként végeztem, mert akkor még gimnáziumi érettségit kaptunk, és plusz egy szakmát. És a szombat délután pedig motorra ültünk, fölmentünk Nyíregyházára, és szombat délután már repültünk, illetve elméleti foglalkozásokban vettünk részt. Befejezve a középiskolát, sikeres vizsgát tettem Budapesten, és hát bekerültem a Szolnoki Repülőműszaki Főiskola hajózó tagozatára. Úgy meglepett ez a dolog, hogy hajózó tagozat, tehát a hajó és a repülő, a kettő nem ugyanaz, de hát a pilótákat hajózóknak nevezték. És ott maradtam, én is először több mint 20-an kezdtünk. A Szolnokon eltöltött 2 év után a Szovjetunióban folytatódott a kiképzés. Megmaradtunk 7-en, 72-ben visszaérkeztünk Magyarországra, tisztelvadtak bennünket, és a pápai vadászrepülőezred pilótája lettem, és gyakorlatilag 1978 márciusáig a pápai vadászrepülő téren repültem. Elértem a 1/1-es, pontosabban az aranykoszorús első osztályú vadászpilóta szintet. 1977 nyarán a vadászpilóták előtt felolvastak egy listát, amelyen azoknak a neve szerepelt, akik alkalmasak lehetnek űrhajósnak. A szovjet Interkozmosz programon belül ugyanis egy magyar űrhajósnak is lehetőséget adtak arra, hogy feljusson a világűrbe. A közel 100 fős listán Farkas Bertalan neve is szerepelt. A kiválogatás nem volt egyszerű. 95-en kezdtünk, mindegyik kiváló vadászpilóta volt, és a 95 vadászpilótából 4-en maradtunk. Elek Laci Taszáról,
Buczko Imre magyar ébélésén pápáról. És a végén egy hónapos, nagyon komoly csillagváros és moszkvai orvosvizsgálatokon, teszteken mentünk keresztül, és maradtunk ketten magyar ébélésén. 1978. márciusában a két magyar űrhajós jelölt családjaikkal együtt megérkezett a Moszkvától 40 kilométerre fekvő csillagvárosba, ahol elindult a két éves kemény felkészülés az űrrepülésre. Szimulátoros és túlélési gyakorlatok sora vette kezdetét. Aki egy űrhajós kiválogatás után részt vett egy űrhajós felkészítésben, az egy fantasztikusan csodálatos dolog. A két éves munka után először úgy volt, hogy 79-ben fogunk repülni, a szovjet-bolgár űrrepülés technikai problémák miatt megkívülsült, és így 1980. május 26-án Valeri Kubaszov parancsnokommal a világűrbe repültünk. A Szajusz 30-at űrhajónak a magyar változata, lekicsinyítve természetesen, és hát valahol itt feküdtünk benne az űrhajó belsejében a start előtt. Az űrrepülés az mindig rizikóval jár és mindig az lesz. A fizika törvényszerűségei szerint működik minden. A Szajusz 36 parancsnoka Valeri Kubaszov volt, fedélzeti mérnöke pedig Farkas Bertalan. Megegyeztünk abban, hogy nagyon-nagyon vigyázunk egymásra, hihetetlen nagy volt a bizalom egymás iránt, nagyon megszerettük egymást, és bármit csináltam, akkor mindig megkérdezte, mi a vélemény, bármit csináltam én, mindig mondtam, hogy gyere, kontrolláld, és ha minden, akkor hajrá. És ez megmaradta vissza véres pillanatáig. Fantasztikusan nagyszer ember volt. A start önmagában egy csodálatos dolog, 340 tonna emelkedik el a földtől, és a 340 tonnából 320 tonna üzemanyag. És mindössze 9 perc 20 másodperc alatt voltunk 240 km magasan. Leírhatatlan érzés ez. És akkor utána, amikor először kinéztem a földre, a csodálatos bolygónkra, csendes óceán fölött repültünk, és 240 km magasan. Utána egy nap múlva összekapcsolódtunk a Szarjut 6 űrállomással, ott már vártak bennünket két szovjet űrös kollégánk, összekapcsolódás tökéletes volt, izgultunk, mert a szovjet-bolgár űrrepülésnél ez nem sikerült, és hát utána 7 napot töltöttem még a világűrben, nagyon sok kísérletet kellett végrehajtani, magyar, nemzetközi és szovjet kísérleteket. Farkas Bertalan és parancsnoka 1980. június 3-án tért vissza a földre a Szajusz 36 űrhajó fedélzetén. A 340 tonnából maradt körülbelül 2,2 tonna plusz a két űrhajós, és a egyenlő rendszer segítségével földet értünk. A földetérés nem volt egyszerű, hihetetlen nagy túltereléssel értünk földet, négy kis hajtómű nem működött, de az ejtőernyőrendszer szerencsére tökéletesen működött. És hát volt egy speciális berendezésem, ugyanúgy csökkentette a túlterhelést a földetérés pillanatában. Ez már a hazatérés pillanata, amikor mindenki a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió két hősét ünnepelte. Egy teljesen új élet vette kezdetét Farkas Bertalan számára. Jó lett volna még egyszer repülni, sajnos ez nem sikerült. Ennek nyilván több oka van. Aztán létrehoztunk egy nemzetközi űrhajós szövetséget, szervezetet. Ennek én alapító tagja vagyok, és a repült űrhajósok tagjai. Ez egy nagyon exkluzív csapat, és én azt hiszem, hogy ennek tagjának lenni is egy fantasztikus jó dolog. Farkas Bertalan 9 év alatt 3-szor választotta elnökségi tagjá a Nemzetközi űrhajós szövetség. Az Egyesület minden évben kongresszus szervez, amelynek Kína, Svédország, Ausztria és Franciaország után a magyar űrhajós reményei szerint 2020-ban Magyarország adhat otthont.